Sziasztok! A mai alkalommal a napraforgóról mesélnék nektek egy-két érdekességet. Miután átjött Amerikából, az első felhasználása dísznövényként volt a földek és a kertek végébe ültették, ahol a szép magas növése véget, mindenki jól látta a telek határokat. Ezt a növényt is használjuk vizelethajtásra, nyári náthánál kialakuló lázas állapotok csillapítására, bizonyos fokú magas vérnyomások kezelésére, koleszterin szint csökkentésére. Magas a szelén koncentrációja, magas az E-vitamin koncentrációja, alkalmazható még nehezen gyógyuló sebeknek a gyógyítására, illetve bőrkiütéseknél, legfőképp nyáron megjelenő pattanásoknak a kezelésére. Felhasználja még a kozmetikai ipar is. Térjünk át a virág eszenciájára. Nézzük meg, hogy milyen hatással rendelkezik. A napraforgó az egyéni individuum megmutatásáért, az apa-gyerek kapcsolat harmonizálásáért és önmagunk felvállalásáért felelős eszencia. Segít minket abba, hogy az elnyomott belső tulajdonságainkat a felszínre tudjuk hozni, és azt meg tudjuk mutatni. Fő témája az apával való kapcsolat minősége, és ennek a kapcsolatnak az egyensúlyba hozása. Ez a szer azoknak ajánlható, akik nagyon sok energiát tesznek abba, hogy ők függetlenek legyenek. Nagyon sok energiát tesznek abba, hogy meg tudják mutatni magukat, hogy a saját érdeküket tudják érvényesíteni. És mindig akkor kerülnek konfliktusba önmagukkal vagy a külvilággal, amikor valamilyen elnyomó külső akarat éri őket, és a saját individuumuknak a megmutatásába akadályozva vannak. Lehetne azt is mondani, hogy ők önzőek. Talán helyes is lenne ez a kifejezés, de inkább az önérdek érvényesítés az, ami rájuk nagyon jellemző. Bennük van egy rejtett vágy, egy rejtett akarat, egy rejtett tulajdonság, amit mindenáron szeretnének megmutatni, átadni a külvilágnak. És ők ebbe tesznek, ebbe tolnak sok energiát, megmutatni azt magukból, amit talán még ők sem ismertek fel idáig. Erőszakosak is és bántóak is tudnak lenni, de ez is csak abban az esetben jön elő, hogyha valami olyan külső helyzetbe kerülnek, ahol megpróbálják őket egy kicsit bedarálni, ahol meg akarják fosztani a sajátos gondolataiktól, vagy a függetlenségüktől. Szeretné, hogyha felfigyelnének rá. Ez az egész növény ez nem szól másról, mint egy hatalmas nagy energia, befektetés abba, hogy ők meg tudják magukat mutatni. Fájdalmai leginkább a bal oldalon utolérhetőek, ez lehet a szemzug, amelyet a szem vörössége, a felső szemhéj vörössége kísér. Hasfájdalom, ami szintúgy inkább a bal oldalra összpontosul. A lép gyógyítására, lép problémák, lép fájdalmak esetén is alkalmaznám. Alsó végtagok kis ízületeinél, nagy ízületeinél, reumatikus típusú fájdalom esetén is kiváló. Illetve van még egy nagyon jellemző tünete, ez az égő érzetek. Hát égő érzetek vannak a szemébe, az orrába, a nyelőcsövébe, a gyomrába. Akkor egy kicsit foglaljuk össze, mire jó a napraforgó. Kapásból azt mondjuk, hogy nyári influenzás lázas állapotoknál jó javulást lehet vele elérni. Hogyha ezek a lázas állapotok rendszeresen visszatérnek, akkor is tökéletes választás. A legtökéletesebb választás akkor, amikor kifejezetten egy olyan emberről beszélünk,
akinek a személyiségét elnyomják, manipulálják, ő ezt nem szereti, nem tűri. Segít a gerincoszlop tartásába és rugalmasságának a visszanyerésébe. Főleg abban a helyzetben, amikor sejthető, hogy a háttérben valami elnyomó akarat, valami elnyomó dinamika található. Remélem legközelebb is velem tartotok. Sziasztok, szép nap!